Sziasztok! Idén utoljára vizitált dr. Dézsi Csaba András polgármester a Győr Plusz Rádióban. Az adásban sok mindenről szó esett, de stábunk arra kérte Győr első emberét, foglalja össze, milyen évet zárt a város 2022-ben. Mik azok a kötelező feladatok, amiket el kell látni? Ezek az óvodák, bölcsödék, ilyen a szociális ágazat, ilyen a közétkeztetés. Ezeket mindet egyensúlyba tartottuk az emelkedő árak és az emelkedő költségek ellenére is, és amit talán legfontosabbnak tartok azt, hogy megőriztük az emberek munkahelyét. Tehát Győrben a jelentős nagy cégek mellett az önkormányzat és a cégei a legnagyobb munkaadók, és sikerült elérni azt, hogy nem kellett embereket elküldenünk, és már pusztán csak azért sem, mert olyan emberek, akik dolgoznak, azokat nem is kell elküldeni, és megőriztük ezeket a munkahelyeket. Ez nagyon fontos. És az is nagyon fontos, hogy amikor az ember bajban van és nehézségek jönnek, akkor szerintem akkor viselkedik vagy dolgozik felelősen, hogyha ezeknek az okainak a keresése mellett a megoldásokat keresi elsősorban, és racionalizálni tudtuk azokat a különböző intézményeinket, azoknak a működését, amik például ilyen a színház, a bábszínház, a filharmonikus zenekar, a balett. A polgármester kiemelte, hullámzóak voltak a hónapok, de spóroltak, a nehéz időkben pedig az emberek segítőkész oldala mutatkozott meg. A legfontosabb dolgok közé tartozott, hogy állományba kerültek a színházi dolgozók, és hogy senkit sem kellett elküldeni a munkahelyekről. A gázkérdés is megoldódott, így a Győrszól 2,3 milliárd forintot kapott. Ráadásul a környezetvédelmi szempontoknak köszönhetően előrelátó is volt a városvezetés. Még tavaly év végén az első helyre tettük a geotermikus energia felhasználását a távhőszolgáltatásban, amivel, hát most nem azt mondom, hogy előrelátóan, de mindenképpen egy zöld aggyal gondolkodva egy jó húzás volt, hiszen ezzel nagyjából 1,5 milliárdot spóroltunk. Tehát, és a helyzet olyan, hogy ugye miután már annyiszor elmondtam, hogy gondok vannak Győrbe, és megyek mindig mindenhova pénzt szerezni, támogatást szerezni, már magam is kezdtem elhinni, ami itt elkezdett terjedni a városba, hogy úristen, elkötötte a Dézsi a Covid alatt a város pénzét, amit Borkai polgármester a kasszába hagyott, és megkértem a főosztályvezetőt, hogy nézzem meg, hogy mennyi a pénz, tényleg hogy állunk, hogy vessünk már számot ezzel kapcsolatban, és kiderült, hogy megháromszoroztuk a pénzt összességében. Ami azt jelenti, hogy szerencsére sikeres évet zártunk, viszont a nagy örömködés mellett azért tudni kell azt, hogy jövőre is nagyon magasak lesznek az áram és a gázszámlák, és itt azért a költségvetést még tovább kell gondolni. A polgármester figyelmeztetett, hogy nem lesz egyszerű 2023-ban sem, hiszen a buszkérdést is meg kell oldani, a cégeket pedig meg kell versenyeztetni. A legfontosabb azonban most, hogy az elkövetkezendő időben mindenki a szeretteire koncentráljon. Karácsonykor talán a legfontosabb az, hogy megajándékozzuk egymást, de nem feltétlenül egy materiális ajándékra gondolok, hiszen az, hogy minél nagyobb legyen, minél színesebb legyen, minél értékesebb legyen, nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, amikor szeretetet adunk az embereknek, tehát nagyon fontos az, hogy olyan gesztusokat gyakoroljunk, amik talán meglepőek, és fejezzük ki a pozitív érzelmeinket mások iránt. Például egy olyan embert, akivel nem beszéltünk a családból, vagy a barátaink közül már régóta hívjuk fel telefonon, beszélgessünk el vele, mondjuk el a gyermekeinknek, szüleinknek, hogy fontosak számunkra. Ezek azért nagyon fontos dolgok, mert meglepő dolgok fognak történni, ezeket a gesztusokat vissza fogjuk kapni. És úgy gondolom, hogy az ünnepeknek, főleg a karácsonynak ez üzenete, hogy figyelni kell egymásra, és szeretni kell egymást, és a többi az már ajándék, még plusz ajándék, de az igazi ajándék ez. Úgyhogy mindenkinek boldog karácsonyt kívánok! 2023-ban újult erővel, újabb tervekkel, fejlesztésekkel és ötletekkel indul majd a munka a Városházán is.